A városvezetés két évre elnyúló programja keretében, amit Ajka 60 gyűjtőnével illet, több fontos célt is megfogalmazott. Nem csak a városrészi közösségek erősítését tűzte zászlajára, de azt is szeretné elérni, hogy a város lakói tisztában legyenek saját egészségi állapotukkal, és ha kell, tegyenek is egészségük megőrzéséért. Ehhez nyújt támogatást az az egészségügyi szűrőprogram, aminek első fordulója az elmúlt hétvégén Padra, Kúton és Bódén volt. Következő fordulójára pedig e hétvégén, június 23-án és 24-én pedig Bakony-Gyepesen és Ajkarendeken kerül sor. A részletes programot az Ajkai Szó legújabb száma is közli. Bővebb felvilágosítás a városrészi képviselőktől is kérhető. Nagyon fontosnak tartják az emberek a visszajelzések alapján, hogy a szűrővizsgálatokat a városrészekben megszervezte az önkormányzat, mert így helyükbe kerül olyan vizsgálati lehetőségek, amikre a kórházba hónapokat kell várni. Nagyon népszerű volt tegnap a Padrakuti városrészben, főként a hasi ultrahang és az EKG vizsgálatok, de akár a szemészeti vagy az általános szűrővizsgálatokat is említhetnénk. Ma Bódén kicsit kevesebb az érdeklődő, de reméljük a nap folyamán továbbiakban fognak jönni. Az itt megjelentek is ugyanilyen pozitív visszajelzést adnak a vizsgálatokról, és számos problémát kiszűrtek a tegnapi nap folyamán, és már ma is olyasmikre fény derült, amiről nem tudtak az emberek, úgyhogy nagyon pozitív a visszajelzés a szűrővizsgálatok lehetőségéről. Úgy tudjuk, hogy további két lehetőség áll majd az ajkaiak rendelkezésére, hogy különböző szűrővizsgálatokon vegyenek részt. Ez mikor lesz, és kik mehetnek? Igen, a jövő hétvégén, szombat és vasárnapi napokon a Gyepes rendek és a Babucsa városrész, vasárnap pedig a Tósok és a Bányásztelepi városrész vehet részt ugyanilyen szűrővizsgálatokon, kihelyezett kamionnal és kihelyezett személyzettel. A kihelyezett szűrővizsgálatokat bizonyos kényszer is szülte, hiszen a hagyományos vizsgálóhelyet telítettek, néha igencsak nehéz időpontot szerezni. A kihelyezett szűrőbuszokban viszont szinte várakozás nélkül lehet fontos információkhoz jutni. Tudjuk, hogy a szakvizsgálatok és az alapellátás is telített, nehéz igénybe venni, az emberek nem szívesen veszik igénybe, ugyanakkor az egészség megőrzésre, a prevencióra hangsúlyt kell fektetni. Ezért tartotta az önkormányzat fontosnak, hogy az Ajka 60 programon belül ilyen szűrővizsgálatokat mindenképpen helyben vigye az embereknek, és lehetőséget adjon, hogy ezekkel élni tudjanak. Akik eljöttek egy ilyen szűrővizsgálatra, egyértelműen pozitív véleményt fogalmaznak meg tapasztalataikról. A mai napon voltam ultrahangvizsgálaton, hasi ultrahangon, voltam vérvételen, ami ugye állt koleszterinvizsgálatból, vércukorból és hússavszínből, illetve voltam PSA vizsgálaton, és szerencsére mindegyik negatív lett, hál' Istennek. Milyennek tartja az önkormányzat kezdeményezését, hiszen ez az első ilyen a városban? Hát ez nagyon jó ötlet volt részükről, és az a furcsa, hogy elég kevesen jelentek meg, ennél sokkal többen jelenhetnének meg, és szerintem ezt rendszeresíthetnék több város részbe is. Barabás úr nyitott kapukat dönget, hiszen a hétvégén, mint említettük, az Ajka 60 programcsomag keretében a bakongyepesiek és a tósokberendiek, illetve a környékükön élők vehetik igénybe a kihelyezett egészségügyi szolgáltatást. Ó, hát én nekem ez nagyon pozitív élmény, és örülök neki, és így legalább egy szűrővizsgálaton meg bebizonyosodott, hogy igazából egészségesnek érzem, és vagyok is. A feleségem már jelezte is anyósomnak, hogy jöjjön el, és mindjárt itt is lesz, és ő is fog jönni. Illetve, aminek igaz, a szomszédját is fogja hívni. Hát mérték a vérnyomást, ugye cukorszint, ilyesmit, mindent. Ebben voltam a kórházba, de hát ott nem mondtak úgy semmit. Csak a zárójelent is latinul, ahhoz meg hülye vagyok magyarul. Itt megvolt az, és szemvizsgálat is, ugye már olvasni nem tudok szemüveg nélkül, és a szemüveg kiderült, hogy rossz, mert csak úgy vettem. És most adtak egy időpontot, hogy szemüveget is csináltassam meg, mert még időben van. Úgyhogy még csak annyit, hogy meg vagyok elégedve. Nem akartam eljönni, de megérte. Helyben van, ugye az ember át tud jönni. Már én sem foglalkoztam soha, például a koleszterin, azt is nézettem. Koleszterin, kit érdekel? De megéri, és nagyon jó.
Simon Ferenc kérdésünkre megerősítette, hogy másoknak is jelezni fogja az egészségügyi vizsgálat, illetve szűrés lehetőségét, mint ahogyan mi is ezt tesszük a magunk módján. Június 23-án szombaton 8 és 16 óra között Bakony-Gyepesen, a főutca 151-ben, a Művelődési Ház és Rendelőben Gyepes, Rendek és a Babucsa városrész lakosságát várják. Június 24-én, vasárnap 8 és 16 óra között Tósokberénden, a Szent István utca 75-ben, a Közösségi Házban az Óváros Bányásztelep és Tósokberénd városrész lakosságának egészségügyi szűrését végzik. A városrészi képviselőktől és az Ajkai szóból célszerű tájékozódni a pontos időpontokról.